Sorban érkeztek a kazincbarcikai intézmények csoportjai a Völgyparkba. A húsvéti dekorációk jelentős részét a gyerekek készítették az óvodában. Ezeket osztották szét a helyszínen a szervezők. Úgy kell felakasztani a fára, jó? Mutatom az óvónéninek is, hogy jól betoljuk így, úgy, mert fújja a szél és le ne fújja. Egy gyors eligazítás és kezdődhetett a program. Mintegy 120-150 kazincbarcikai óvodás ékesítette fel a mesélő szobor mellett található fát, hogy hozzájáruljon a húsvéti ünnepek meghitt hangulatának megteremtéséhez, és örömteli pillanatokat szerezzenek a kazincbarcikaiaknak. Az óvodákban lelkesen készültek a gyerekek a közelgő ünnepekre. Nyuszi levelet írt, de és aztán volt neki gyerekei, alig várták már a húsvétot, tojásot festettek, aludtak, de szerintem a farkas elvették tőlük. Ellopta a tojásokat. De mi készítettünk és elbújtattunk, és bejött a farkas, és nem találta. A húsvéti népszokások megismertetése érdekében a kicsik tojásfestéssel, locsoló versek tanulásával és szerepjátékok tanulásával töltik az idejüket. Ebben az időszakban a babaszoba kitakarításától a sütés-főzésig minden megtörténik, így megtapasztalhatják a húsvéti előkészületeket. A tojásfa díszítését is izgatottan várták, mondta el Ládiné Sólyombári Edit igazgatóhelyettes. Nagyon szeretnek kreatív feladatokat megoldani, így a tojásfestés az mindenképpen egy nagy sláger náluk, úgyhogy így nagyon szívesen tudták, hogy mire készülünk, hogy lesz egy fa, amit a városba felöltöztetünk ezzel a rengeteg tojással, és hát nagyon szívesen festették a tojásokat. Sok családban őrzik és ápolják a hagyományokat. Nekem két kisfiam van, úgyhogy mi locsolkodni készülünk húsvétra. Én készültem nekik ugye ajándékokkal, bár tojást nem festettem, megmondom őszintén. Nagyon várják már, verset tanultunk, sütünk majd kalácsot, sütünk tortát, lesz ugye hagyományos étel, sonka, tojás, egyebek, bár ők azt nem eszik meg, úgyhogy nekik rántott hús lesz krumpliba. A színes esemény az óvodások és szüleik, valamint a helyi önkormányzat összefogásával valósult meg. A projekt így nem csak az ünnepek közeledését jelzi, hanem a közösség erejét is mutatja.